Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai weekendben foglalkozunk farsanggal és színházzal, de először egy kis irodalom. Lackai János író, költő volt a vendégek Kürti Lászlónak a Móricz Zsigmond könyvtárban, a Költők egymást közt című esten. A József Attila díjas szerző mesélt népes családjáról, az alkotás folyamatáról, és novellái versei közül is felolvasott néhányat. Háromszor is találkozott itt közönséggel az elmúlt napokban, Vásáros Navényban, illetve Máté Szalkán. Milyen élményeket szerzett ott? Nagyon jó élményeket, nagyon jó közösségek voltak. Ezt mindig lehet szinte tapintatni a levegőben, amikor valahova megérkezem, a várakozást, a hangulatot, a visszafogottságot, az oldódást. Ugye mindenki bejön a napi gondjaival, és mindenkinek a fejében zsibong minden ezer dolog, sárga csekk és munkahelyi mismás és adóhatáridő, és nem tudom, mindenki úgy jön, hogy valahonnan jön. És amikor aztán ezek az emberek, ez a 100 fejű, vagy akár hát a diákok esetében 400 fejű lény, aki a közönség, egyszer csak valahogy egyé lényegül, vagy valahogy azt lehet érezni, tényleg van egy ilyen csomósodási pontja minden ilyen alkalomnak, hogy most már nem az van a fejükben, hanem együtt vagyunk, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a lényeg. Minden átadható tudásom, meg nézőpont, nyitogatáson, váltáson túl, mert hogy az irodalom arról szól, hogy én az valaki más, tehát hogy én bele tudok bújni valakinek a fejébe, bele tudok nézni valakinek a világába, akár több száz kilométerre, vagy több ezer évvel odébb is. Ezen túlmenően ez a fajta közösségi élmény az, amire eljön mindenki, hiszen a könyvek kölcsönözhetők, hiszen a könyvek e-bookban olvashatók, a filmek otthon nézhetők, és ennek ellenére az emberek örömmel jönnek. Nyilván a diákok még nagyobb örömmel tanítás helyett, tehát ott nyert pozíciója van az embernek, hogy óra helyett már egy kicsit kevésbé unalmas valami van, az már nagyszerű, de hát őket is be kell vonni, és őket is valahogy részesévé kell tenni a kalandnak, és egyre jobban terjed valahogy az utóbbi években. Én azt tapasztalom, hogy az irodalom az tényleg kaland, meg tényleg utazás, mert nem csak annyi, hogy betűk össze vannak dobálva egy csekély halomba. Önnek miért fontos az, hogy ilyen gyakran találkozon a közönséggel, az olvasókkal, mert hogy nagyon gyakran teszi ezt? Igen, hát évi 150 fellépésem van, és ez egy nagyon szép szám, és hát ez sokkal-sokkal több megkeresésből jön össze, hogy ezt így be tudjuk rendezni így ebben az évet. És hát valóban megtehetném azt, hogy én alkotó művész vagyok, én megcsinálom a könyveket, hátradőlök, az én kézműves tevékenységem véget ért, és hát vegyék-vigyék. Ez egy fontos dolog, szóval én tulajdonképpen, hogy ha a kettő közül választani kéne, akkor nyilván azt választanám, hogy ha nem lehetne írni, amennyiben fellépek, és nem lehetne fellépni, amennyiben írok, akkor azt választanám, hogy természetesen írok, és akkor bedobom a palackpostát, de szerencsére nem kell választani, hogy nem kell arra várni, hogy az utókor mit csinál, vagy mit nem csinál, hiszen az utókor az egy nagy önkényúr, és azt felejt el, és azt vesz elő, akit akar. Én viszont örülök, hogy a korommal párbeszédben állok, mert az irodalom szerintem mindenek előtt párbeszéd. És nem ott kezdődött, ahol egy nagyon poros könyvtárban két nagyon szakállas ember olyan okosakat mond, hogy még maguk sem értik. Nyilván van mindenféle a bölcsészetnek egészen kifinomult ágazata, és én nagyon tudom azt is élvezni, hanem ott kezdődött alapvetően, amikor valaki arra a mitikus kocsmapultra lecsapott, és azt mondta, hogy gyerekek, olyan sztorim van, dobtok mindjárt egy hátast, vagy az a sámán kiosztotta az esőt csináló éneknek a szólamait, hogy te azt fogod, hogy hang, és akkor én meg a változó részeket beledalolom, és tehát amikor a szavak, ugye élet és halál van a szavak hatalmában, mondja a példabeszédek könyve, és tényleg tudjuk, hogy ilyen bőr alá beékelődött tüskeként valaki egyszer azt mondja, hogy mit tudom én, hogy nagy a fejed, vagy azt mondja, hogy te egy kis törpe vagy, vagy azt mondja bármit, tehát, hogy nem tudsz írni, vagy ronda, mit tudom én, a pofát. És akkor ezt őrizzük, és tényleg nyugdíjas korában valaki vissza tudja idézni a napot naptárra pontosan, hogy mikor mondták ezt neki, vagy mikor mondta az édesanyja, hogy ejte egy ilyen komisz,
és így tovább, tehát élet és halál van a szó hatalmában valóban, és ez azt jelenti, hogy élet is van, tehát, hogy nyugodtan adhatunk életet dolgoknak, embereknek, figuráknak, nézőpontoknak. Ugye egy-egy vers, vagy egy-egy történet, az tovább tud menni a fejekben, és ezért vagyok ott, hogy rezgő levegőből épülnek azok a hidak ember és ember között, ami az irodalomnak egyfajta visszatalálása az ősi feladatához, hogy én mondok neked valamit, és azt nem csak annyit mondok, hogy egy kiló kenyér ennyibe kerül, mert ugye az egy statisztikai minimum a beszédnek, hanem picit hozzáteszek, és amikor azt mondja a kenyérbolti eladód, adja a néninek a két zsömlét egy zacskóba, és azt mondja, hogy ezt tessék vigyázni rájuk, hogyha rosszalkodnak, ültesse őket szét, és nem azt mondja, hogy ennyien forint, tehát nem szorítkozunk a minimál kommunikációra, ami kicsit megdobjuk azt, ott kezdődik valahol az irodalom, vagy ott kezdődik az, ahol ez a fajta ízzás két ember között beindul. Milyen könyve, amin most dolgozik, mind dolgozik versen, prózán, és mikor fog ez megjelenni? Nagy örömöm először is, hogy 2017-ben még megjelent a Szilágyi Őrzsébet e-mailjét megírt a című kötetünk Vörös István kollégámmal, a legszebb magyar versek és az ezekre írott variációinkat, tehát az Ómagyar Mária Síralomtól I és egymondatáig. Aztán tavaly meg az elmúlt 6 lírai évemnek foglalataként megjelent az Emberszabás című könyvem, és egy 3 évig írott regény Levágott fül címmel, ez egy horrorisztikus címmel, és valóban van egy bűnügy is ebben a történetben, az szervezi az egészet. Most pedig, ha minden igaz, a tavaszra, hát tulajdonképpen már készen van, csak még egy kicsit, hát ugye ez egy szöszölős mesterség az írás, tehát az anyagot agyusztálgatni kell, de a Mindennapra egy sztori című kötetem, amely január 1-től december 31-ig mindennapra egy más-más stílusban íródott kis sztorit tartalmaz. Ezt már az interneten, Facebookon kipróbáltam az embereken, és nagyon-nagyon szerették követni, hogy minden napra kapnak valami mást. Ez jön ki majd a sajtó alól, tehát, hogy vagy könyvfesztiválra, vagy könyvhétre ebben mindenképpen előállunk, úgyhogy mindenkinek lehet egy saját kis irodalmi kalendárium, és minden napra egy mese, vagy egy történet, egy sztori. Ugye Valentin nap már elmúlt, így nem a meglepetésekről és az ajándékokról fogunk beszélgetni a következő percekben, hanem a jó kapcsolat titkáról, méghozzá a Polip zenekar két oszlopos tagjával, Csernák Tiborral és Mónikával. Sziasztok, jó estét! Hát nektek van időtök hét közepén Valentin napot ünnepelni, vagy inkább a hét végére toljátok majd ti is? Hát most ez munkával telt ez a Valentin nap, de közösen dolgoztunk. A mi házasságunkban az érdekes, hogy a legtöbb házaspár eltérően együtt vagyunk a munkahelyünkön, együtt vagyunk a fellépéseink során, sőt a hétvégén, hogyha van fellépésünk, akkor a hétvégét is gyakorlatilag sübefővel együtt töltjük. Tehát nagyon kevés olyan időszak van, amikor mi egymástól külön is létezünk, hogy így mondjam. Ugye ezt nagyon sok házaspár vágyja, hogy milyen jó lenne, hogy a többet lennénk együtt, mert hát végül is a nap nagy részét általában az emberek külön töltik. És valaki pedig úgy gondolja, hogy Isten őriz, hogy a feleségem még ott is ott legyen velem, vagy a férjem, hogy milyen jó, mert akkor feltöltődnek. Nekünk ilyen szempontból szerencsénk van. A kapcsolatunk első 5 évében a nap 24 óráját töltöttük együtt, tehát még a gyermekünk meg nem született, aztán jöttek a lazább külön programok, hogy focizás, meg edzőterem, ilyesmi, de tényleg, tehát... Igen. Tibor összeszámolt a múlt héten, hogy mi a 28 év alatt, tehát 24 éves házasok leszünk, ilyen 20 napnál többet nem töltöttünk egymás nélkül. És amikor külön vagytok, az hogy élitek meg? Vannak ilyen elvonási tünetek? Hát azért úgy telefonálunk, tehát napközben is, mióta ugye a mobilok már egyre jobban elterjedtek, mert az elején, amikor mi még összekerültünk, akkor még az első mobilunk az egy nagy táskás mobil volt, és csak egy darab mobilunk volt, vezetékes meg egyáltalán, de azért esténként, tehát hogy na oké, akkor itt vagyunk, most fekszünk, mit csinálunk, ott csinálunk, és akkor elmondom, hogy na most fekszünk le aludni, és akkor közben utána meg gyorsan elmegyünk még valahol bulizni. Lehet, hogy az a hosszú párkapcsolat titka, hogy ti gyakorlatilag átmulatjátok, átbulizzátok az életetek egy jelentős részét, mert szerintem azért ezt a zenét csak szívvel lehet csinálni, mert egyébként már biztos, hogy feladnátok, ha nem élveznétek. Ez így igaz, tehát szívvel kell csinálni, de ha valaki azt mondja, hogy ez csak szórakozás, nem munka, azért az
az így nem igaz, tehát ilyen formában. Fárasztunk. Tehát persze, meg hát ez korral jár, tehát minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben pihenjük ki, ugye a vasárnapot, vagy a vasárnapon, de tényleg szívvel lélekkel kell csinálni, mert ezt amúgy nem lehet. Tehát úgy megyünk fel a színpadra, hogy ne lássák azt, hogy most tényleg valakinek esetleg 40 fokos láza van, vagy itt fáj, ott fáj, megoldjuk. Tehát ezt szokták mondani, hogy profizmus. És ugye általában azért az emberek örömteli életeseményein vagytok ott, és azt még tovább fokozzátok. Ugye mennyivel jobb ilyenkor énekelni? Ilyen rossz lehet azoknak, akik mondnak, mondjuk temetésen kell énekelni, egy kicsit kellemetlenebb helyzet, de gondolom, hogy például amikor esküvőn énekeltek, és látják, vagy a mennyasszonyok, főlegények tudják, hogy bizony mögöttetek már több mint 2 évtized van, akkor lehet, hogy valóban kíváncsiak a titokra. Meg lehet ezt fogalmazni tényleg, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki boldogan, nem csak hogy fog összeszorítva tudjon házasságban élni, mert apropó a házasság hete is éppen most van. Hát az a furcsa, hogy többnyire nem tudják a párok, ugyanis az van, hogy teljesen külön kezeljük azt a dolgot, hogy a munkahelyen, tehát a hangszerboltjainkban, külön kezeljük, amikor a zenekarban ott Móni, a zenekar énekesnője, és ugyanúgy megszidom mondjuk, hogyha hibázik, vagy ugyanúgy megdicsérem, hogyha jó. És a párok emiatt, mivel hogy ott mi semmilyen úgymond ilyen intim érintés, kontakt, vagy készülete, semmi, kontakt semmi, nincs. Nincs küsziszkodásról elkezdődés. Ezért gyakran meg is kérdezik, hogy akkor neked végül is ki a féled a zenekar, vagy akkor mondja, hát a illentyűs. Viszont visszatérve a kérdés második felére, én azt gondolom, hogy pont ez a picit külön választás is benszerepet játszik, hogy ezt lehet sokáig itt csinálni, hogy a zenekari tagok ne érezzék, hogy én most megkülönböztetem, mert úgy ő a feleségem. Uh-huh. Például, vagy a boltban, ő gyakorlatilag a boltunk egyik dolgozó üzletvezetője, és hogy ott is ez külön váljon. Hát a másik meg, ami szerintem nagyon fontos, hogy amikor az ember például választ, akkor a belső megérzésére kell hallgatni, és figyelmen kívül kell hagyni minden más ilyen számítást, most akár anyagi értelemben, akár ilyen, hogy na majd így lesz, meg úgy lesz, mert csak a megérzésekre kell hagyatkozni, és ami nagyon fontos, hogy meg kell tartani ezt a fajta ilyen baráti szálat, hogy mi konkrétan szeretünk együtt lenni, tehát mi el tudunk menni úgy nyaralni, hogy csak ketten megyünk, nem társasággal, és akkor akár egy hétig. Sőt, hogy jobban szeretünk. Igen, hogy ketten vagyunk, és meg tudjuk őrizni azt a fajta barátságot, hogy szeretünk egymás társaságában lenni. Tehát nem kerüljük a, mondjuk a hazamenetet, hogy még kicsit kitolom, hogy még később, hanem ez, hogy na jó, mert hazamegyek, és akkor otthon jó lesz lenni. És ugyanúgy tudtok beszélgetni például, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt? Mert igen. Én azt látom azért a párkapcsolatokban, hogy egy idő után ugye elszürkülnek a témák, már elmondtuk minden sztorit, tudjuk az összes poént, és akkor valahogy marad a napi rutin, ez a hova, mikor, ki, hány úr, akkor hol legyen, mi a holnapi feladat, ami azért hát kevésbé romantikus, mint mondjuk egy kapcsolat elején. Tudunk beszélgetni, meg hát ugye mi jó néhány éve kettesben vagyunk, ugye 15 éves volt a fiunk, amikor legelőször elkerült messzire tőlünk, az 4 évig, utána 1 évre hazajött, de most ugye megint, tehát Kaposváron, és mi nagyon sokat vagyunk így kettesben. Nekünk muszáj is, tehát, de nem csak a napi dolgokat beszélgetjük, meg tényleg mi történt az én családomban, nekem ugye nagy családom van. Viszont a másik rész, hogy úgy el tudunk utazni Pestre kettesben kocsival, hogy egy szót nem szólunk egymáshoz Pestig. Nem azért, mert nem akarunk, vagy nincs témánk, hanem olyankor a csönd esik jól. Tehát ilyenünk hát, is van. Aki körül állandóan dübörögnek a decibelek, el is hiszem, hogy jó dolog feltöltődni. Ez az év hogy telik? Ilyenkor már előre tudjátok, február körül, hogy körülbelül mennyire lesztek elfoglaltak? Hát annyira, hogy a zenekar tagokkal megegyezünk mindig, hogy melyik az az időpont, amit kihagyunk nyaralásra, és akkor mindig az az időpont, most ugye egy július végi időpont, és muszáj már ezt szinte így betervezni, hogy na ekkor megyünk, mert muszáj alkalmazkodni a felkérésekhez, és akkor ott hagyunk egy ilyen lukas hétvégét, ahol úgy nemet mondunk, vagy eláruljuk, hogy miért, vagy pedig nem, mert már volt olyan, hogy ráveszettek, hogy ne menjetek, mert akkor inkább mégis ide, és majd máskor mentek meg ilyenek. Tehát így látjuk előre nagyjából így az évünket, tehát tudunk nagyjából tervezni vele. A beszélgetésre visszatérve meg mi, hogy 3 szakmai síkon is találkozunk, egyrészt a bolt, másrészt a zenekar, illetve a harmadik az már nem szakmai, az a család. Néha beszélgetésünk ilyen számokból áll, hogy megrendelted az SKB 002-ből a hadarok, meg az küldik, jó, oké. Meg vannak a kódok. Ha családra még visszakanyarodunk, ugye a fiatok profi futballista, ő nem lett zenész, de azért nyilván ott van a vérében, meg ő is szereti a zenét, és hát egy nagyon helyes fiatal férfiről van már szó.
akinek szerintem nem olyan egyszerű talál már a pár választás, mint annak idején a mi generációnknak volt. Tudtok-e nekik például tanácsot adni, vagy próbáljátok-e megóvni az érzelmi viharoktól, vagy a nehézségektől? Tudnánk tanácsot adni, de szerintem ezek a mai fiatalok már nem nagyon fogadják el ezt. Tehát ő például, remélem nem fogja látni ezt a műsort, ő abban a hibában esett bele, hogy egyes barátnő, kettes, egyes, hármas, egyes. Tehát az egyes az visszajött fél évente, mert az volt az első nagy szerelem, és ő azt gondolta, hogy ez... De már most rájött, hogy nem. Tehát próbálnánk mi tanácsot adni. Tényleg az első szakításánál vele együtt sírtam, tehát ő sírt az egyik szobában, én a másikban. De majd rádöbben ő erre, hogy ki az igazi, hogy nem a külcsin a lényeg, hanem hogy majd megérezze azt, hogy ki lesz az ő gyermekeinek az anyja. Hát, amiről ugye Tibi beszélt, hogy ez a bizonyos belső megérzés. Én azt szoktam viccesen mondani, hogy olyan csajt kell keresni, vagy fiút, akivel tudunk öregkorunkban is nevetni, mert a gravitáció az úgy is mindent visz. Nálunk a humor az annyira fontos volt a párválasztásnál is. A mi közös gyermekünk is, Tibinek is a nagylánya, tehát ha mi négyen együtt vagyunk, akkor... Tehát nem ismertek tréf, illetve ismertek tréfát. Tehát tényleg, tehát annyira fontos, hogy jó humora legyen egy embernek. Szerencsére mindenki gyerek ilyen lett. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, beszélgethetnénk akár még éjfélig is szerintem, hiszen kimeríthetetlen téma a zene, a szerelem, a kapcsolatok, és hát ugye már van annyi bölcsességünk, hogy tényleg sok okos tanácsot tudnánk adni a fiatalabb generációnak. Nagyon szép hétvégét, és további viszont kívánjuk. Köszönöm szépen, további szeretet és szerelemmel telt éveket kívánunk. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk. Új Fehér Tó mutatta be a Mandala Dalszínház legújabb darabját, egy igazi klasszikus feldolgozását. A Hippolit történetét a Jászai Majri díjas színművész Mikó István állította színpadra, akinek ez már a negyedik rendezése volt a társulat tagjaival. Nagyságos úr, kérem, hálalok! Na, végre valami okos szó, Júcsa, mit teszünk? Libasült el, nagyságos úr, kérem! Júcsa, hozzá mellé egy pár fiatal hagymát. Lehet köztük egy pár idősebb is. Nagyságos úr, hagymát a libához? De hozzá a nagyságot. Majd elfordítom a fejemet, tiszta haszon. Túlzás, hogy megbeszéltük. Ezt csak te beszélted meg vele. De én másodtan is szedtem. És lett terka, hogy ennek a nagybátyától függ a városi szemétszállítás. Hányszor mondtam neked, hogy nem tűröm az asztalnál a hagymát? Jó, majd legközelebb ipolyával meg kökörcsinnel leszem a riba sültet. A szemétszállítás abban különben igaza van a mamára. Ha azt megkapjuk, de leszel a leggazdagabb lány egész Pesten. Ugyan, papa, egy ilyen szemétszállítás miatt? Hát én már nem hiszek ebben az egész koncesszió. De én hiszek! A családom a Szabolcsi. Anyukám is, apukám is itt a közelben született, Kisvárdán nevelkedtem gyerekkoromban, úgyhogy nekem az a környék a mindenem. Természetesen Nyíregyháza is bele tartozik, mint megyeszékhely. Nagyon sokat változott. Persze azóta, mióta 5-6 éves gyerekként itt töltöttem a nyarakat. Gyerekként azért más itt a környéken élni, milyen érzés művészként visszatérni ide? Mindenféleképpen jó, ráadásul egy olyan csapattal dolgozom most már nem is első alkalommal, akikkel szívesen játszom és dolgozom együtt. Ugye itt mondta a művész úr, hogy nem először. Hogyan kezdődött ez a kapcsolat a mandalásokkal? Még Dobos Laci, akkor igazgató, aki sajnos tavalyi esztendőben itt hagyott bennünket, ő hívott ide, de már régebben is, majd 20 évvel ezelőtt is jártunk az ő meghívására a nyíregyházi szabadtéri színpadon, ha jól emlékszem, kabaré előadással, egy vegyes csapattal. Nagyon régi a kapcsolat, és hát amióta most már, ha jól emlékszem, ez a negyedik darab, amit rendezek a kis csapatnak, erősödik a kapcsolat. Milyen érzés velük dolgozni rendezőként, illetve hogyan zajlottak most a próbák? Én egy picikét könnyebb helyzetben voltam, mint a társulat, hiszen én játszom ezt a darabot folyamatosan. Decemberben volt a bemutatónk a Turay Ida Színházban Budapesten,
a darabot pedig már harmadszor sikerül nem rendeznem, hanem mint szereplő végigélnem. Ugyanezt a szerepet játszottam még annak idején Sopronban is. Nagyon szeretem a közös munkát. Élvezték a srácok, lányok. Nehéz körülmények között dolgoznak, de nagyon nagy lelkesedéssel, és sokszor profi színészeket, színházi embereket is megszégyenítő akarattal és lelkesedéssel. Szeretnék megtanulni vezetni. Hajlandó nekem egy-két órát adni? Örömmel! Úgy emlékszem, mintha csak ma volna, hogy önöknél állást kaptam én. Gondolom, az is a sofőr dolga, mindig segítsen a bűnökén. Ha a kupára jön el, ez a sok kis kérdés fontos, ha oktatni kezdek el. Most úgy látom, sikerül a próba, akkor majd jól megfolygatom én. Úgy is ketten ülök az autóba, de ne legyen majd velem kemény. Ma mindenre kíváncsi, maga sok mindent akar, ma te tudja el, hol az autóban a sebesség váltókkal. Beszéljünk egy picit magáról, a darabról, ugye Hippolit. Ennek van egy olyan filmváltozata, amit egész Magyarország ismer. Mennyiben más ez a darab? A szöveg az mindenféleképpen az alapszöveg, Zágon István, ugye ő írta a filmet is annak idején, és a Vajda lányok, Vajda Katalin és Vajda Anikó annak idején a játékszín felkérésére készítettek egy színpadi változatot, ami nagyon jó sikerült, rengeteg dallal. Most ezekből a dalokból jó néhányat kihúztunk, mert tehát nagyon hosszú lenne az előadás. De Ejzeman Mihály dalai természetesen itt is felcsendülnek. A prózai szöveg az olyan erős, hogy inkább rontani lehet rajta. Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy a közönség majd hogyan alakítja át a játékunkat, mert ne felejtsük el, hogy a közönség a másik játszótárs. És ez az első olyan alkalom a mai nap, amikor néhányan be fognak ülni, és majd remélhetően reagálnak, ahogy mi szeretnénk. Hát ez majd ki fog derülni. Mindenesetre az előadás ritmusa, az körülbelül a tizedik előadásán áll be úgy, amit az ember úgy elképzel. Papa, vedd föl a zakódat, mert ingújban nem fogadhatod. Ki akarja fogadni? Hát úgy tudjuk, hogy... Nagyságos asszonyom, uram, kisasszonyom. Tessék! Foglalja a helyet! Pártom. Szóval, kegyed az? Parancsára, nagyságos uram. Hogy is hívják, kérem? Engem szolgálatára Hippolit. Rendben van, de mi a keresztneve? Azt mondom, kérem szépen, a keresztnevemet. Hippolit. Acsai Hippolit szolgálat. Hippolit. Soha nem fog eszembe jutni a nevemet. Szóljál már te is valamit, mama! Hát, szóval, ön belép hozzánk. Parancsára. És miért jött el a gróféktól? Bizonyos differenciák merültek fel. Anyagiak? Nem, asszonyom, erkölcsiek. De azok is csak később. A méltóságos úr háza
igazi régi úriház, ahol anyagi természetű kérdések nem igen kerültek szóba. Na, és szerintem anyagiakról ne is beszéljünk. Az ember úgyis megkapja azt, ami megilleti, kérem szépen. Úgyhogy azt hiszem, örülök, hogy a dolognak ez az anyagi része el is van intézve. Hát igen, az anyagi az el van intézve. El vagyunk intézve. Nagy elődök vannak, úgyhogy ha a filmfeldolgozást nézzük, ami az alap, ugye, hiszen ebből készült a színpadi feldolgozás, ugye Csortos Gyula alakítására nagyon sokan jó emlékekkel emlékeznek vissza, és hát ugye volt egy remake, egy újabb feldolgozása a történetnek, ugye a főszerepben Eperjes Károllyal, hát szóval komoly a feladat, fel kell nőni hozzá, igen. De hálás! Milyen érzés volt Istvánnal együtt dolgozni, ugye nem ez az első közös munkátok? Nem, most években már nem tudom meghatározni, de azt hiszem, hogy 5-6 éve dolgozunk együtt. Az első közös munkánk is egyébként egy régi Kabos Gyula filmnek a színpadi változata volt, a Csúnya lány. Aztán egy Rejtő darabban dolgoztunk együtt, majd pedig egy István és Adam is Anna által írt darabban, az Egy tányér napfényban. Tehát ez már a negyedik közös munkánk, és közösen is játszunk a színpadon. Mindenképpen nagy élmény. István nagyon felkészült, alapos, higgadt rendező, jó vele dolgozni. A színpadon is egyébként, mert hát kiváló partner természetesen, ezt nem is kell mondanom, hiszen egy Jászai Maridéjas érdemes művészről van szó. Mit volt a legnehezebb megfogni a te karakteredben és azt eljátszani? Én hajlamos vagyok a széles gesztusokra, itt mindenképpen egy visszafogott gesztusokkal élő, szinte póker arccal játszó figuráról van szó. Ez az én habitusomból fakadóan ez egy kicsit nehéz. Tehát tűrtőzhetni magam, de egy jó iskola is. És mi volt a legélvezetesebb a próbák során? Mindenképpen, én talán még itt a Mandala dalszínházban 28 évet csináljuk, szerintem címszerepet én még nem játszottam, tehát ez mindenképpen egy nagy kivívás és nagy élmény. És hát tulajdonképpen egy olyan klasszikus történetet játszunk el, ami eleve öröm belelépni. A házi rendre vonatkozólag szabad megkérdeznem, hogy mikorra óhájtják nagyságtok a fürdőt? Hát én csak vasárnap. Meg hétfőn. Hány órára? 8-szor. És a hét többi napján? 4-9. Hideg vagy meleg fürdőt parancsol? Ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, aztán jól összeveszem. És nagyságos asszonyom? Én? Ó, hát én mindig a férjem után szoktam. Tehát akkor úgy 3:49-kor. 20-kor. És a reggelit a fürdőben óhajtják, vagy az ágyban? Az ágyban. A fürdőben. Fürdőben legyen mindjárt egy kis reggelit. Még a kamerában is. És mikorra érkezik a masszőz? Hát kicsoda? A masszőz! Tudod, aki minden nap ide jár. Ja, hát az jön. Ha megígéri, az jön.